Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jó szántából sohasem akar többé a kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket. Szerencsétlen és igazságtalan nagyhatalmi paktumok szorítottak ki a nyugati világból. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a kelet uralma, amely megmételyezte és tönkretette országunkat. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája, amelyet a 20. századi kommunizmus hozott a nyakunkra. Kékcédulás választás, a szovjet felszabadítás hamis mítosza, a vas és acél országának lázas látomása, a munkásosztály hatalmáról és a nyugat bukásáról táplált beteges propaganda. A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget és nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetköztet, ha kell, megfélemlít. A hatalomtól függő élet láncába fűz. Mióta a kelet betette a lábát Magyarországra, a magunk fajta szabadság szerető magyarok mindig ugyanazt akarták. Szabadulni sorvasztó öleléséből és elzavarni hazai helytartóikat. A keleti önkény világa helyett megalkotni a magunk szabad magyar világát, kiszakadni a hatalomtól függő élet láncolatából, visszaszerezni, újra teremteni az önálló és független polgári élet garanciáit, tisztességes munkát, tulajdont, szabad vállalkozást és védelmet nyújtó jogrendet. Mindig is ez volt a kívánságunk. Nyugati demokráciát akartunk, amely a keresztény kultúrára, a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjére épül. Mindig is harcoltunk az áldemokrácia ellen, ahol az élet rendjét az emberek helyett a hatalom szabja meg, a hatalom önkénye működteti, ha érdekei úgy kívánják, hazugsággal, csalással, mafiapolitikával, ha kell, erőszakkal is. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Megszokhattuk már lombhulláskor eltiport szabadságharcainkra egymagunk emlékezünk. Aki győzelmét ünnepelhetné, az már nincs sehol. S valóban, hol van a mohácsi és a világosi síkon, vagy a budapesti utcán fölül kerekedni látszó ottomán, Habsburg vagy szovjet birodalom? A szovjetek birodalma is a múlté. Eltűnt, de nem enyészett el nyomtalanul. Helyén ma egy életerős, újra tatarozott keleti hatalom emelkedik fel. Izmosodik, terjeszkedik, újraéleszti és pártfogolja egykori híveit Ukrajnától Közép-Európán át a Balkánig. A világ lassan ráébred. A történelmi kihívást nem a kommunizmus előtti veszélyes eszmék újjáéledése jelenti, mert azok gyökerei alól a történelmi változások már kimosták a talajt. A nyugati világ számára a történelmi kihívást a keleti új rend gyarapodó erő jelentik, melynek leheletét, jelenlétét, kisugárzását már a bőrünkön érezhetjük. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nézzünk hát szét az ünnep magaslatáról a mai magyar életen. Hazugságok ipari méretű termelése. A hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájáról. Sutba hajított felelősség. Intézményesített korrupció, maffia módszerek. Demokrácia nélküli többpártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás,
kiszolgáltatott magyar gazdaság. Dobra vert ország. A független, szabad élet elfolytása, amerre csak nézünk. Adókkal megfojtott kisvállalkozások, sorsukból kilábalni képtelen, máról holnapra élő, kiszolgáltatott kisemberek, tíz körmével hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincs telenné kiszolgáltatottá tett emberek, akik nem mernek felszólalni és kiállni az igazukért, mert a hatalomtól függ a másnapi megélhetésük. Hiába a NATO és uniós tagság, ez nem a nyugat és nem a 21. század, ez a keleti élet és a múlt század, amit 20 év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér, körülfon és visszahúz bennünket.